Elkezdődött az érettségi. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 85 helyszínen szerveznek vizsgákat, és összesen 6760-an érettségiznek június végéig. Évértékelő. A büntetés végrehajtás, a rendőrség, az ügyészség és a NAV vezetői is részt vettek azon a megbeszélésen, amelyet a Nyíregyházi Törvényszék tartott a társszervezetek számára. Elkezdődött az érettségi. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 85 helyszínen szerveznek vizsgákat, és összesen 6760-an érettségiznek június végéig. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Már pénteken többen izgulhattak, hiszen hivatalosan akkor indult az érettségi időszak a horvát, német, szerb és szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel. Ma pedig a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdték napjukat az érettségizők. A hétfőn reggel érettségizők voltak az elsők, akiknek már újfajta feladatsort kellett megoldaniuk magyarból, ugyanis változott az írásbeli érettségi felépítése. A korábbi években szövegértési feladat volt az első részben, a második részben pedig a szövegalkotás keretében érvelés és műelemzésben két lehetőség közül választhattak, vagy egy novellaelemzés, vagy összehasonlító verselemzésben a diákok. Ebben az évben ez megváltozott. A szövegértési feladathoz kapcsolódott kötelező jelleggel az első feladatlapban mindenki számára az érvelési feladat, és viszonylag rövid idő, én azért úgy látom, hogy ez azért egy kicsit nehéz feladat most 90 perc alatt, másfél óra alatt egy szövegértési feladatot megoldani, és még mellette egy 100-120 szavas érvelést is írni a mindenkinek. A második részben, a szövegalkotási részben pedig most már kimondottan az irodalmi ismeretekre, vagy a magyar irodalomban szerzett ismeretekre van szükség, hiszen itt mindenkinek kell vagy egy összehasonlító verselemzést, vagy egy novellaelemzést írnia. Az intézmény igazgatója hozzátette, az értékelésben is van változás, korábban a helyesírási hibákért, valamint a rendezetlen íráskép miatt pontlevonások jártak. Most megváltoztatták az alapokat, a nyelvhelyességért, helyesírásért járnak plusz pontok. A Kossuth Lajos gimnáziumban 3 osztály 88 tanulója érettségizik idén, hétfőn 11 óra körül már több diák végzett a magyar írásbelivel, ők közösen beszélték át a feladatokat az iskola folyosóján. Nehezebbet vártam, ugye mindenki mondta, hogy új típusú érettségik jönnek, másabb feladatok lesznek, de hál' Istennek ezek csak ilyen ijesztéseknek tűnnek így most már utólag. Könnyű volt. A szövegértése Petőfiről szólt. Abban volt egy kis nehézség, de hál' Istennek ott is mindent tudtam. A szövegértés után egy érvelést kellett írni. Én az érvelés ellen voltam, a humorról kellett írni, hogy vitákat oszt meg, stb. A második rész az már egy kicsit húzósabb volt, ott egy novellát elemeztem, Kosztolányi Dezsőtől a Boldogságot. Kicsit nehéz volt, mert nem egészen novella típusú volt, hanem inkább egy elbeszélő költemény, de meg tudtuk oldani, szóval szerintem egészen értékelhető lesz. A mostani érettségiken országosan több mint 108 ezer, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 6760 diákat számott tudásáról. A büntetés végrehajtása, a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetői is részt vettek azon az évértékelő megbeszélésen, amelyet a Nyíregyházi Törvényszék tartotta a társszervezetek számára hétfőn. A tanácskozáson a törvényszék 2016-os munkájáról szóló beszámolót ismerhették meg a meghívott hatóságok, városi és megyei hivatalok képviselői. Büntető ügyet tárgyal a Nyíregyházi Törvényszék bírói tanácsa. Az elmúlt évben 82.137 peres és nem peres ügyet fejezett be a törvényszékből, a járásbíróságokból, illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróságból álló megyei bírósági szervezet. Csaknem 13 ezer ügy maradt tavaly folyamatban, ezeket még nem fejezték be a bíróságok, amelyek 2016-ban összesen több mint 7900 napot tárgyaltak. Ezek az adatok is benne voltak abban a beszámolóban, amelyet megismerhettek a büntetés végrehajtás, a rendőrség, a NAV, valamint a városi és megyei hatóságok vezetői az évértékelő megbeszélésen. A hagyományos összbírói értekezlet alkalmából megtartott eseményen elhangzott, a törvényszéknek jó a munkakapcsolata valamennyi társszervel.
Immár hagyomány, hogy az évértékelő özvírói értekezletet követően meghívjuk a társszervek, a város, illetőleg a megye vezetőit egy tájékoztatóra, illetőleg beszélgetésre azzal kapcsolatosan, hogy hogyan látják a bíróság működését, mit szeretnénk közölni magunkról, általánosságban ügyforgalmi adatokat, mi az, ami az együttműködésben pozitív, mi az, amin lehet esetleg változtatni. A szakmai kapcsolatunk kiváló a társszervekkel, így az ügyészséggel, a BV intézetekkel, a NAV-val, de mondhatom azt, hogy a kormányhivatallal, illetőleg a polgármesteri hivatallal, vagy a megyei közgyűléssel is. A törvényszék tavalyi ügyhátraléka csökkent, vagyis ez azt jelenti, hogy az ügyfelek hamarabb kapnak ítéleteket és döntéseket. A megalapozottságot tekintve pedig minimális azon ügyek száma, amelyek egy hatályon kívül helyezés folytán ismét az elsőfokú bíróságon folytatódnak. Az ítélkezési munkában az egyik legfontosabb szerepet betöltő ügyészséggel a törvényszék szoros munkakapcsolatban van. Minden büntető tárgyaláson az ügyésznek részt kell vennie, de a kétszer független egymástól, a bíróságnak más a feladata, az ítélkezés és azt az ügyész csak az indítványok, esetleg a fellebbezések útján tudja befolyásolni. Más kérdés, hogy a bíróság ügyészség vezetői között a szervezeti igazgatási kapcsolat is elég szoros, részben azért is, mert vannak olyan szervezeti egységeink Kisvárdán, Vásárosaminkban, amelyek így épületben vannak. Az évértékelő megbeszélésen szó esett a bíróság létszámhelyzete mellett az infrastruktúrális fejlesztésekről is. A nyíregyházi törvényszék felújításra és beruházásra saját forrásból több mint 257 millió forintot fordított 2016-ban. Egyenlő munkáért, egyenlő bért a Jobbik bérúniót sürget. Az ellenzéki párt szerint a valódi uniós bérfelzárkózás nem történt meg hazánk uniós csatlakozása óta. Erről Lengyel Máté, a Jobbik nyíregyházi választókerületi elnöke beszélt mai sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus szerint a hazai béreket lassan Bulgária és Románia is megelőzi. Elmondta, az alacsony bérek miatt továbbra is nagy az elvándorlás. A Jobbik országjárásba kezd, ahol a bérunióval kapcsolatos elképzeléseiről tájékoztatják a lakosságot. Ennek első állomása május 11-én Nyíregyházán lesz. A párt országgyűlési képviselője Gyöngyösi Márton tartja a fórumot, ahol ismerteti a 8 kelet-közép-európai országgal indított bérúniós kezdeményezést. A kezdeményezést Magyarországon a Jobbik vetette fel, és Kelet-Közép-Európában szövetségeseket találtunk, Lengyelországban, Szlovákiában és a szomszédos országokban összesen 8 országról van szó. A bérúniónak a célja, hogy a kelet-közép-európai munkavállalók, illetve a bérszínvonal a nyugat-európai bérszínvonalhoz közeledjen. Ez egy fokozatosan kell elképzelni. Ha május 20-án az Európai Bizottság áldását adja a kezdeményezésünkre, akkor onnantól kezdve elindulhat az aláírásgyűjtés az érintett országokban. Összesen 1 millió aláírás kell összegyűjteni. Időközi polgármester választást tartanak vasárnap Kislétán. A település vezetői tisztségért 6 jelölt indul. A voksolást azért tartják meg az 1900 lelkes községben, mert a nyíregyházi törvényszék 2017. januárjában meghozott ítéletével méltatlannak mondta ki a polgármesteri tisztségre a Kislétát korábban vezető Madách Imrét. A szavazáson Demendi István, Újfalusi Béláné, Pénzes Sándor Károly, Esztári Lászlóné és Szabó László jelenlegi alpolgármester függetlenként, míg Szőlősiné Fitos Éva a Magyar Munkáspárt színeiben indul. A névjegyzékben szereplő 1388 választó vasárnap reggel 6-tól este 7 óráig adhatja le voksát Kisléta egyetlen szavazókörében. Baleset történt tegnap délután a 41-es főútvonalon. Egy autó éppen kihajtott egy körforgalomból, amikor keresztbe fordult, majd egy szemből érkező vétlen járműnek ütközött. A vétlen autóban ülő utas kisebb zúzódásokat szenvedett, mindkét autó totál károsra tört. Nemzetközi nyári egyetem szervezését tervezi a Nyíregyházi Egyetem, hangzott el az intézmény Erasmus Plus programot népszerűsítő rendezvényén. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit.
A Nyíregyháza Spartacus győzött a labdarúgó ND2 megyei rangadóján. Dajka László együttese Kónya és Takács góljával 2-0-ra verte a Kisvárdát. A Spari sikerével is maradt a tabella 12. helyén, míg a Kisvárda a második helyről visszacsúszott a harmadik helyre. 4 gólos vereséget szenvedett Debrecenben a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 23. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 24-20-ra nyertek a kiesés elől menekülő vendégek ellen. A Kisvárda legközelebb az MTK Budapestet fogadja. Nemzetközi nyári egyetem szervezését tervezi a Nyíregyházi Egyetem, hangzott el az intézmény Erasmus Plus programot népszerűsítő rendezvényén. Ez fontos a hallgatói és dolgozói bázis megteremtése, illetve a partnerintézmények keresése is. Az Erasmus program már 30 éve biztosít lehetőséget a diákok külföldi tanulmányaihoz. Magyarországon 1998 óta vehetik igénybe ezt a tanulók. Évente több ezer magyar diák használja ki az Erasmus program nyújtotta lehetőséget, hogy tanulmányai során fél évet valamelyik külföldi egyetemen töltsön. Ennek feltétele legalább egy befejezett fél év és a nyelvtudás. Azt is fontos tudni a hallgatóknak, hogy a külföldön töltött fél év során ugyanúgy krediteket szereznek, amelyet beszámítanak a diplomaszerzéshez. Az utazás miatt nem csúszhatnak a tanulmányaik befejezésével. A Nyíregyházi Egyetemnek már több mint 20 éve van kapcsolata a brüsszeli Szabad Egyetemmel. A legtöbb diák főleg nemzetközi kapcsolatok szakosként utazik, közölte az intézmény dékán helyettese. Alapvetően az Erasmus lényege az, hogy a kulturális különbségeket fel tudják mérni a hallgatók, amikor a diákok kimennek egy külföldi egyetemre, olyan, mintha egy kulturális fürdőt vennének. A másik fontos tényezője a nyelv, hogy a hallgató egy idegen környezetbe érkezik, és idegen nyelven kell kommunikálnia, és helyt kell állnia. Ez rendkívül fontos. Egyébként az együttműködések és a kulturális különbségek terén szerzett tapasztalatoknak egyik kiváló területe a pedagógia. Rendkívül hasznos megismerni, hogy mi másként tanítunk dolgokat. Az Erasmus az Európai Unió oktatási és képzési programjának legsikeresebb ösztöndíj lehetősége. Idén már 30 éve működik, Magyarországon pedig 1998 óta. A tanulók Nyíregyházán például felkészítő tanfolyamon is részt vesznek, mielőtt kiutaznak. A Nyíregyházi Egyetem Erasmus rendezvényének a népszerűsítés mellett további céljai is vannak. Ez a többnapos rendezvény, ez azért rendkívüli, mert egy olyan nagyívű tervünk van, hogy Nyíregyházán szeretnénk létrehozni egy nyári egyetemet, egy tematikus nyári egyetemet. Ehhez keresünk partnereket, oktatókat, hallgatókat. A másik dolog, ami még nagyon szépen beilleszthető ebbe a programba, az, hogy az Erasmus Mundus keretében közös képzéseket dolgozhatunk ki. Tehát ha most felfedezünk olyan területet a beszélgetéseink során, olyan kollégákat, hallgatókat, akikre számíthatunk, akár három különböző országbeli intézménnyel, akár közös programot is létesíthetünk. A nyári egyetem célja az intézmény nemzetköziesítése, azaz, hogy a tudomány és a felsőoktatás területén is helye legyen a Nyíregyházi Egyetemnek. A rendezvényen az is elhangzott, olyan képzést szeretnének indítani, amelynek 10 év múlva világszerte komoly presztízsértéke lesz. A Nyíregyháza Spartacus győzött a labdarúgó NB2 megyei rangadóján. Dajka László együttese Kónya és Takács góljával 2-0-ra verte a Kisvárdát. A Spari sikerével is maradt a tabella 12. helyén, míg a Kisvárda a második helyről visszacsúszott a harmadik helyre. Óvatosan, a biztonságot szem előtt tartva kezdte a meccset mindkét csapat, és ez a hozzáállás jellemezte az egész első félidőt. Komoly helyzet egyik oldalon sem alakult ki, a kapuk nem forogtak veszélyben. Az 57. percben megszerezte a vezetést a házigazda, egy szöglet után kifejelt labdát, Kónya lőtt kapura, a labda pedig a jobb alsó sarokban kötött ki. A gól után a Kisvárda támadó játék aktívabb lett, így viszont fellazult a hátsó alakzat. Ezt használta ki a Spari a 71. percben, Rudolf szerzett labdát az ellenfél térfelén, majd középre gurított, az érkező Takács pedig nem hibázott. A Kisvárda a 78. percben járt a legközelebb a gólhoz, Vári lövése azonban a kapufát találta el, így maradt a 2-0-ás eredmény, ami azt is jelentette, hogy megszakadt a várdaiak 11 meccses veretlenségi sorozata. Az első félidő, ahogy itt a kollégám is említette, elég komoly taktikai csatát hozott, egyáltalán nem szép játékot.
Az a második fél időben egy-két dolgot átbeszéltünk, egy pici kis változást is csináltam a csapaton belül, a Rudit széléről betoltam középre egy ilyen árnyékéknek, hogy szabadabban tudjon mozogni. Ettől függetlenül volt egy 5-6-8-10 percünk, amikor ott voltunk a kapu előtt, és egy ilyen lecsorgó labdát, azt mondom, hogy nagyon szépen elrugott a Kónya. Én úgy gondolom, hogy ez volt a döntő pillanat, mert ezen a mérkőzésen aki az első gólt rúgja, illetve aki gólt rúg, a másiknak mást kell játszani. A vendégek szakmai igazgatója Révész Attila szerint a motiváltabbnak tűnő nyíregyháziak megérdemelten tartották otthon a 3 pontot. Talán a 2-0 egy picit túlzó, de az akarati tényezők összességében azok a Nyíregyháza mellett szóltak. Nálunk több játékos mentálisan nem bírta ezt a tervet elviselni, ez azért volt jó, mert megbizonyosodtunk róla, hogy ezek a játékosok a későbbiek során nagy csatákban nem tudnak a javunkra lenni, és azért a következő igazolási szezonban bizony meg is kell lépnünk a váltást. Hát az egyik nagyon fontos poszt, amely a szezonban már rengeteg problémát jelentett nekünk, a kapusposzt. Mondhatom, hogy a kettő kapus közti különbség azért most jelentős volt, mind a két oldalt fiatal kapusát. A mi kapusunk az azért sorba viszi a meccseinket elfelé, de azért nagyon sokszor kihúzzuk kapura lövés nélkül, most nem sikerült. És ezzel együtt összességében megérdemelt a Nyíregyháza sikernek. Gratulálok is nekik. A forduló további eredményei a következők: Vác Cigánd 2-0, Grosics Akadémia Szolnok 0-0, Ceglét Sorossár 2-3, Moson-Magyaróvár Békés Csaba 0-0, Dorog Puskás Akadémia 0-1, Balmazújváros Budaörs 3-1, Zalaegerszeg Szeged 1-0, Siófok Sopron 1-1 és Csákvár Kozár Michelin 1-2. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 72 ponttal, megelőzve a 63 pontos Balmazújvárost és a 62 pontos Kisvárost. A Nyíregyháza Spartacus 45 ponttal a 12. helyen várja a folytatást. 4 gólos vereséget szenvedett Debrecenben a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 23. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 24-20-ra nyertek a kiesés elől menekülő vendégek ellen. A kisvárda legközelebb az MTK Budapestet fogadja. A kisvárdai csapatnak égetően szüksége van minden pontra, így a vendégek azzal a céllal léptek pályára Debrecenben, hogy tesznek egy lépést a bennmaradás felé. Az első percek gólváltását követően a félidő derekára ellépett ellenfelétől a házigazda, 30 perc játék után 14-10-es állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játék részben többször is közelebb férkőzhetett volna a Debrecenhez a kisvárda, de a kihagyott zicserek és 7 méteresek miatt ez nem sikerült. A Loki végül 24-20-ra győzött, a kisvárdaiak pedig tovább harcolhatnak élvonalbeli tagságuk meghosszabbításáért. Minden mérkőzés nagyon nehéz, különösen az elmúlt egy hónap után. Nehéz volt felkészülnünk erre a meccsre, nagyon jól védekeztünk, és a kapusunk is jól védett. A kisvárda egy jó csapat, örülök, hogy sikerült győznünk ellenük. Szeretném megköszönni a szurkolók támogatását, hiszen az ő segítségük is kellett a sikerhez. A vendégek edzője Dévényi János szerint a két kapus teljesítmény közötti különbség és a jobb helyzet kihasználás döntött a Debrecen javára. Én úgy gondolom, hogy egy Horváth Pásztorral jobb volt a Debrecen, mint a kisvárda, ugyanis másik fél időben, amikor esélyünk lett volna egalizálni, akkor nagyhatalmas bravúrokat mutatott be, ami tulajdonképpen meg is törte a csapatunkat és el is döntötte a mérkőzést. Ezen felül összességében a mérkőzésen ezt a 40%-os effektivitással lőttünk, amivel nem lehet meccset nyerni. Tehát ez egy olyan kategória, és ebből nem az átlövések száma volt iszonyatosan sok, hanem a szélső, illetve a kihagyott 7 méteresek és betörések, amik igazán fájnak, amit igen magas százalékkal kéne lőni. Amúgy a 3-2-1 működött labdákat tudunk belőle szerezni, csak nem tudtuk értékesíteni a kiharcolt helyzeteket. Ezt tartom a mérkőzés kulcsmomentumának. A tabella élén a Győr áll 41 ponttal, megelőzve a 37 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 12 ponttal a 12. helyen várja a folytatást, egy ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó, már kieső helyen álló Moson-Magyaróvárt. A várdaiak legközelebb május 19-én az MTK Budapest ellen lépnek pályára.
Május 20-án rendezik meg a harmadik Electrolux Nyíregyháza félmaraton és családi futóversenyt. Az esemény hétfői sajtótájékoztatóján Kovács Ferenc polgármester és a társaság helyi gyárának igazgatója elmondta, a családoknak 2700 métert, míg a félmaratoni távra jelentkezőknek pedig 21 kilométert kell teljesíteniük a belvárosban kialakított futópályán. A gyárigazgató szerint az Electrolux számára nagyon fontos, hogy ne csak munkaadóként, hanem partnerként és támogatóként is jelen legyenek Nyíregyháza életében. Az első cél, hogy egy jó rendezvényt tudjuk szervezni. Fontos nekünk is, hogy mennyi lehet az Electrolux is tudja részt venni olyan aktivitás, olyan rendezvény, ami attraktívabb teszi a város, a fiatalok és a családoknak is. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Elkezdődött az érettségi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 85 helyszínen szerveznek vizsgákat, és összesen 6760-an érettségiznek június végéig. Már pénteken többen izgulhattak, hiszen hivatalosan akkor indult az érettségi időszak a horvát, német, szerb és szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel. Ma pedig a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdték napjukat az érettségizők. A büntetés végrehajtása, a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetői is részt vettek azon az évértékelő megbeszélésen, amelyet a Nyíregyházi Törvényszék tartott a társszervezetek számára hétfőn. A tanácskozáson a törvényszék 2016-os munkájáról szóló beszámolót ismerhették meg a meghívott hatóságok, városi és megyei hivatalok képviselői. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 8-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap hideg, változékony időben lesz részünk. Kedd reggelre ismét egy hideg front vonul át térségünk fölött. Mögötte több fokkal hidegebb, változó nedvességtartalmú levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban többször erősen megnövekszik a felhőzet, szorványosan előfordulhat eső, zápor is. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős lesz az ég. Szorványosan előfordulhat eső, zápor. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Szerdán általában több órára kisüt a nap és számottevő eső sem várható, viszont hideg és szeles marad az idő. Csütörtöktől melegedés lesz, viszont pénteken és szombaton a sok felhő mellett többfelé jelentős mennyiségű esőre is számítani lehet. Szerdán és csütörtökön hajnalban többfelé talajmenti fagy is várható.